Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, ami megtartónktól. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Drága Úrunk, köszönjük, hogy a Te szíveden valóban megpihenhetünk. Pontosan egyedül Istennél csendesül el a lelkünk, tőled kapunk reménységet. Valljuk az egyházatjával együtt, hogy nyugtalan a mi szívünk mindaddig, amíg meg nem nyugszik Te benned. Úgy szeretnénk megélni azt a szeretetet és egységet, amiről az előbb énekeltünk. De megvalljuk, Urunk, hogy nem megy a saját erőnkből. Kérünk ezért ezen a mai estén is, ajándékozz meg szent lelked tiszta fényével, és tedd személyessé számunkra az igét a Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Efézusi Levél 5. fejezetének 22. versétől olvasom. Hallgassuk a mai napra a kijelölt igeszakaszt, Efézusi Levél 5. fejezete, 22. verstől a fejezet végéig. Így szól hozzánk a mi Urunk. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mint hogy tagjai vagyunk testének. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Amen.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. A múlt alkalommal ott fejeztük be, hogy élhetünk bölcs és bolond életet. A bölcs élet az azt jelenti, hogy Istent félve, embertársainkat szeretve, helyén van a szívünk. Hol a helye a szívünknek? Krisztus kezében. A példabeszédek könyvében újra és újra visszajön a felszólítás, adjad, fiam, a te szívedet nekem. A bölcs ember Krisztusnak adja a szívét. Bezárja, és a kulcsot Jézus Krisztus kezébe teszi le. Hallottuk, hogy a bölcs élet vigyáz az idejére. Mózessel együtt imádkozik, taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Megtölti az ilyen ember az életét dallammal, hálával és emberséggel. Hogyan történik ez? Hogyan lesz ez valósággá? Úgy, hogy naponként beteljesedünk az Istennek a lelkével. Ahogy Gyökösi Endre minden napját ezzel az imádsággal kezdte, Isten lelke, légy velem, járjad át az életem, hadd élhessek lelkesen. Ami hátam mögött van, elfelejtem, bántásokra nem emlékszem. Haragomat kivetettem, rossz kedvemet itt felejtem. Az előttem valóknak nekidőlök, a mai napomnak örülök. Teljesedjetek be az Isten lelkével, szólt az apostol figyelmeztetése. És amikor az Isten lelke betölt bennünket, akkor átéled ennek a bibliaórának a címét, hogy nem vagy egyedül. Akár házas vagy, akár egyedülálló vagy, nem vagy egyedül. Isten azonban a teremtésnek a hajnalán, amikor kimondta mindenre, hogy minden igen jó, egy dologra mondta, hogy nem jó, és ez pedig az, hogy nem jó az embernek egyedül lennie, ezért szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. Hangzik a házasság alapokmánya. És látjuk, hogy Isten az, aki megalkotta a házasságot, és amit az Isten alkot, az nem lehet rossz, nem lehet hibás, nem lehet selejtes. Mégis mi történt a házasságokkal? Az interneten egy kicsit keresgélve a KSH-nak a 2021-es adataiban azt láttam, hogy Magyarországon minden negyedik házasság válással végződik. 2021-ben 73 ezer pár házasodott össze, és 18 ezer pár vált el. De ez statisztika. Nem mindenki választja a válást. Vannak, akik csak azért élnek együtt, mert összeköti őket a gyerek, a közös ingatlan. De valójában semmi közük nincs egymáshoz. Egymás mellett élnek, mint két idegen, páros magányban, állandó háborúban. Tóth Árpád így fogalmaz, ó csillag, mit sírsz? Messzebb te sem vagy, mint egymástól itt a földi szívek.
A Sirius van tőlem távolabb? Vagy egy-egy társam? Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság és jaj, szerelem! Ó, jaj, az út lélektől lélekig! Küldözzük a szem csügget sugarát, s köztünk a roppant jeges őr lakik. Mi történt a házasságokkal? Kedves testvéreim, az, ami az emberrel a bűneset után elromlott, megromlott, és megváltásért, újjáteremtésért kiállt, és azt kell mondanunk, hogyha ebben a bűnnel terhelt világban valami működik, az az Istennek a nagy kegyelme. Mi a boldogság? Valaki ezt így fogalmazta meg, hogy mindaz a rossz, ami nem történt meg velem, de megtörténhetett volna. Felette nagy titok ez, de én Krisztusról és az egyházról szólok. Kedves testvéreim, Pál apostol ebben a szövegben a misztérion kifejezést használja, ami titkos tanítást jelent, a szó keresztény szóhasználatban Isten titkos gondolatait, örök tervét jelenti, átfogja ez a misztérion az egész üdvtörténetet, és ezt az isteni titkot az ember csak isteni kinyilatkoztatásból ismerheti meg, de úgy, hogy az a szó dinamikus értelmében továbbra is titok maradt. A misztérion szót használja az apostol a szentségekre, ami latinul a sákramentumok, a keresztség és az urvacsora, és itt ezt a szót használja Krisztus és az egyháznak a kapcsolatára, utalva a házasságra is. És kedves testvéreim, mai igében többek között az az zseniális, hogy az apostol úgy teológizál, hogy abban benne van a gyakorlat, az emberi együtt élésnek az alapvető sejtje, a házasság és a boldog házasságnak a titka. És az apostol itt ebben a szakaszban mégsem házassági tanácsadóként, coachként lép fel, hanem arról tesz bizonyságot, hogy a Krisztus és az egyháznak a titkos, szeretetteljes kapcsolatát ezen a földön leképezheti a házasság. Azaz már itt a földön lehet a házasság, a mennyországnak az előíze akkor, ha megvalósul benne mindaz, amiről ebben a mai szakaszban ír az apostol. Miről van itt szó? Nem coach, nem házassági tanácsadás, hanem Luther ezt a szakaszt, ő volt az első, aki katekizmusában ezeket a listákat Haustafelnek, házi táblának, házi rendnek nevezte. Milyen a keresztjén házi rend? Az asszonyok is saját férjüknek magukat alárendeljék, mintha csak az Úrnak tennék. Hypotasso kifejezést használja az apostol, amit engedelmeskedni, alárendelni többféleképpen lehet fordítani, de ez a kifejezés, ez a taxis szóból, a rendnek a szóból származik, és
azt mutatja meg, hogy ahol az Isten jelen van, ott rend, mennyei rend jelenik meg a családnak az életében is. És hallottuk a múlt szakaszsa, hogy az apostol ezt a részt azzal kezdte, hogy a felek, azaz a férfi és a nő kölcsönösen engedelmeskedjenek, azaz engedjenek, tudjanak engedni egymásnak. De most itt az asszonyoknál erre újra visszatér. Miért? Azért, mert azt mondja, hogy a nő számára az engedelmesség nem valami olyan, amitől tartania kellene. Az engedelmesség azt jelenti, hogy a nő önként beleállhat az isteni rendbe. Mert a nő azzal nem értéktelenebb, nem kevesebb, ha engedelmeskedik az ő férjének. A bölcs, értelmes asszony ezt nem csupán a férjéért teszi meg, akit egyébként szeret, hanem az Úrért teszi, mintha csak az Úrnak tennék. Azt látjuk, hogy Isten az ő tekintélyéből valamekkora részt átad a felsőbbségnek, átad a férnek, átad a szülőknek, átad az uraknak, és amikor nekik engedelmeskedünk, akkor ezt tulajdonképpen az Úrnak tesszük, az ő parancsának engedelmeskedve. A bölcs asszony építi a maga házát. Vagy ahogy a derékasszony dicséretében olvassuk, egész életén át javát munkálja az ő urának, férjének, nem kárát. A feleség az engedelmességben nyeri el a tisztesség koronáját, amikor azt mondja az 1 Péter 3-4, ő a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságában. Az engedelmesség nem haszontalan, hanem pótolhatatlan. Mert a férj feje a feleségnek, amint Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanúgy megtartója a testnek. A férj és a feleség egyenértékűek, de ez az egyenértékűség nem jelent szerep azonosságot. A férfire mondja azt, hogy ő a fej, ő a vezető, ő a dinamika a kapcsolatban. Mi a férnek a feladata? A vezetés. Az ige azt mondja, hogy a teremtettségi rend alapján a férfi a vezető. Ez nem azt jelenti, hogy ő okosabb, bölcsebb, talpra esettebb, hogy ő mindent tud. Vannak férfiak, akik könnyebben beállnak ebbe a szerepbe, vannak, akiknek ez nehezebben megy, vannak, akinek egyáltalán nem megy. Ezért nagy szükségük van a feleség támogatására, ahhoz, hogy helyükre kerüljenek mind a férfiak, mind a nők, és a férfi úgy kerül a helyére, ha Isten általi bölcs vezetővé válik. Egyszer egy 32 éves fiatal ember átvett egy hatalmas cégnek az irányítását, és megkérdezte az elődjétől, hogy mi a titka a jó vezetésnek. Hozz jó döntéseket. De hát hogyan hozhatok jó döntéseket, kérdezte a fiatal ember. Tapasztalat által. De hogyan teszek szert tapasztalatra?
a rossz döntések által. Igen, azt mondja, hogy a férfi, a fej, aki hoz rossz döntéseket, de akkor is ez az Isten által kijelölt szerepe. Aztán azt látjuk, hogy a férfi feladata a gondoskodás. Gondoskodik az ő családjáról. De ma már ez is átértékelődött, hiszen sokszor a nőnek van egyedül munkája a házasságban. Vagy ő a vezető, és többet is keres, mint a férfi. Hogyan töltse be a férfi ilyen helyzetben az ő szerepét? Hát csak úgy, hogy Istenre figyel, és tőle fogadja el ezt a helyzetet is, nem rivalizál a feleségével, de kéri az Urat, hogy adja meg azt, ami szükséges ahhoz, hogy betölthesse a feladatát, és jó vezető és gondoskodó családapa lehessen. Aztán a harmadik jellemvonása a férfinek az, azt mondja, hogy ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. A férfitől Isten nem kevesebbet kér, mint hogy agapi szeretettel szeresse a feleségét. Mit jelent ez a gyakorlatban? Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti. Úgy szeresse a feleségét, mint önmagát. Hogyan szeresse a férj a feleséget? Annak okáért elhagyja az ember atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Elhagyja a vér szerinti családot, ez nem jelent cserbenhagyást, hanem leválik erről a családról, és ragaszkodik az ő feleségéhez. Csodásan fogalmaz Gyökösi Endre, amikor így ír, én láttam boldog házasságokat, de azok nem látványosak, nem kiáltanak, azoknak nincs történetük. Ott láttam boldog házasságot, ahol tudva vagy tudtukon kívül, hívő módon, vagy talán nem is hívő módon, mégis olyan kapcsolatban volt férj és feleség, amilyen szétszakíthatatlan kapcsolatban van Krisztus az Anya Szent Egyházzal. Egyik nem tud meglenni a másik nélkül. Egyek és szétbonthatatlanok. Egy test. Kedves testvéreim, a krisztusi agapé szeretet az önfeláldozó, ragaszkodó szeretet. Nem valamiért, nem valameddig ragaszkodik a másikhoz, hanem Krisztusért és a másik személyért mindvégig. De hangsúlyozom, hogy ahogyan az engedelmességnek kölcsönösnek, ugyanúgy a szeretetnek és a tiszteletnek is kölcsönösnek kell lennie, mert egyébként nem működik. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.
azaz a szakasznak a végén még egyszer összefoglalja az apostol a lényeget, hogy a férfi azt tegye, ami számára a legnehezebb, szeresse, mutassa ki az ő szeretetét, amit dolgozni kell, ami nem jön természetesen, és a feleségektől pedig azt kéri, ami szintén a feleségnek a legnehezebb, látja a férjének a gyengeségeit, látja az esetlenségét, látja a hibáit, és mégis azt mondja, az asszony pedig tisztelje az ő férjét. Kölcsönös szeretet, tisztelet, és engedés nélkül semmilyen emberi kapcsolat nem működik, és így a házasság sem. Gyökösi Endre így fogalmaz, Krisztus követője olyan házasságot kössön, ahol a férfi olyan szívvel, olyan odaáldozással, olyan töretlenül szereti a párját, mint Krisztus az egyházat. A nő pedig úgy ragaszkodjék férjéhez, mint ahogy az Anya Szent Egyház egy a Krisztussal. Felette nagy titok ez, de én Krisztusról és az egyházról szólok. Nagy titok, Krisztus és az egyház kapcsolata. És bizony nagy titok és kegyelem a jól működő házasság. Legyünk őszinték, ez ön erőnkből nem megy. Meghaladja a mi erőnket. Ezért szükségünk van Krisztusra, az ő drága szent lelkére, és az egyház, a gyülekezet, a közösség óvó támogatására, hogy mindaz, amit az apostol itt leírt, valóság lehessen mindannyiunk életében. Most pedig egy pár kérdést teszünk fel a beszélgetős részben. Milyen azonosság van a házasság és a Krisztus és az egyház kapcsolatában? Milyen különbségek vannak a házasság és Krisztus és az egyház kapcsolatában? Mit jelent engedelmeskedni a házasságban? Ki engedelmeskedik kinek? És kié az utolsó szó a házasságban? Imádkozzunk! Drága Urunk, köszönjük, ha láthattunk egészségesen működő házasságokat. Megvalljuk, hogy mi nélküled, és még veled is oly sok mindent elrontottunk, és rászorulunk a te kegyelmedre, és arra, hogy taníts bennünket szeretni, engedelmeskedni, vezetni, és tisztelni a másikat. Köszönjük, ha adtál nekünk házastársat. Köszönjük, ha ezután adsz. Akárhogy is vagyunk, hadd élhessünk hiteles életet. Könyörgünk a házasságban élőkért. Add meg nekik, hogy valóság legyen az életükben, amiről itt olvastunk. Könyörgünk a házasság előtt állókért. Készítsd fel őket te a házasságra. De imádkozunk a válófélben levőkért, az elváltakért, hogy a te gyógyító és helyreállító kegyelmed legyen valóság az életükben. Annak nevében kérünk, aki így tanított imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje az ő férjét. Amen. Szolgálni, hálából áldozni, Jézusra mondani.